Also diese sind auch Spezialitäten der deutschen Küche. Az utolsó német oda zajlik az idén a Galei János gimnáziumban, természetesen online. Az elmúlt három hónap tapasztalatai alapján elmondható, mérföldkőhöz érkezett a hazai oktatás, és a digitális átállás átformálja az eddig kialakult képet, mondja Heimann Józsefné, az intézmény igazgatója. Hiszen ez a jövő, a diákok gyakorlatilag ezeket az eszközöket, okostelefon ugyanúgy használják a mindennapjaikban. Most azt kell, arra kell őket rávennünk, hogy amit eddig is tettünk, hogy a tanórán és tanórai keretek között a tanulásra használják fel, és mint ahogy ők mondták, ők most ebből a legjobbat szeretnék kihozni. Egészen más egy általános iskolás vagy egy középiskolás helyzete. A kisebbeknél sokkal nagyobb jelentősége van a személyes kapcsolatnak. Ugyanakkor, mondja Pekári Bernadett, a Gadai Általános Iskola igazgatója, a szakma egészen számára motivációt jelentett a helyzet. Ez a szakmai együttműködés, ami a kollégák között országos szinten megvalósulhatott, olyan zárcsoportokban dolgoztak országos viszonylatban, amiből csak módszertani kultúrájuk gazdagodhatott, és olyan például feladatkészítési módokat, olyan applikációkat adtak át egymásnak, ami azt gondolom, hogy nagyon hatékony lesz majd a továbbiakban a szeptemberi kezdésben. A középiskolások projektben történő tanulása hosszú távon fontos képességeket fejlesztett. Ennek ellenére az idő a közösség hiányát hozta számukra. Különböző projektmunkák, amikből régen mondjuk, amíg az iskolában voltunk, kevesebbet tudtunk csinálni, azoknak a szám megnőtt, és ezek szerintem nagyon hasznosak. Viszont persze nagyon hiányzott a közösség, vagy az, hogy bejárjunk, vagy a szokásos kis hétköznapjaink, amiket eddig teljesen megszokottnak gondoltunk. Gyerekek és pedagógusok nélkül nincsen iskola, mondja Pekári Bernadett. Így meg kell találni a digitális átállás helyét a rendszerben, és kizárólagossá nem lehet tenni.